Ott van Sam! Sam! Segítség! Segítség! Ah, nem hallja. Bam, ha bajba jutsz, hát tudd meg, a szín a piros. Ó, ott van Bromin. Oh, azt hiszi, hogy csak köszönök. Muszáj szólni neki, hogy bajba kerültünk. Nem akarom elhinni, hogy otthon hagytam a mobilt. A szín, hogyha vész van. A piros. Oh! Nagyszerű! Segítség! Segítség! Ha bajba jutsz, hát tudd meg, a szín a piros. A piros veszélyt jelez. Valami nincs rendben. Oh, remélem, Sam érteni fogja. Anya, csipesz megszökik! Nem veszi fel. Jobb lesz, ha felhívom a sürgősségit. Hú, ne! Bromwyn bajba került. Hívom is a hegyi mentőket. Semmi vész, Mike. Vagyis, uram, megkeresem őket. Kerültél ide. Csipesz, gyere vissza! Attól tartok, itt nem tudok leszállni. Muszáj felemelkednem. Sam! Úgy éreztem, szükség lehet itt rám. Mi történt? Oh, a lábam! Hívom Helen nővért. Miért nem veszi fel ma senki a telefonját? Ha-ho! Csipesz vezetett ide. Csipesz! Okos kiskutya! Nem lesz semmi baj, de most be kell szállítanunk a kórházba, hogy megröngenezzék a lábam. Tom! Szükségünk lesz egy hordágyra idelen. Már ereztem is, Sam. Bácsi, majd vigyázz rád, kicsim. A kórházban találkozunk. A rokkedről öltögét! Hol a telefon? A szám! Tűzőségi szolgálat, melyik országhoz kapcsolható? Tűz van! A tűzoltósághoz! Tűz a tűzoltóság konyhájában! Sam! Sam! Tűz ütött ki a konyhában! Tűz a tűzoltóság konyhájában! Ó, a csodába! Zárd el a gázvezetéket, Elvis! Gázvezeték elzárva! Elvis Kriglinton, mindig tartunk egy poroltót közvetlenül a vészkijárat mellett. Elnézést, uram, teljesen berezeltem. Mi lett a gulyásomból? Ó, oh. Kissé túlfőzted a vacsorát, Elvis, de rá se ráncs. A tűzoltók általában eloltják a tüzet, Kriglinton, és nem szítják, főleg nem a tűz megelőzés napján. Fogalmam sincs, hogy mi történt. Van itt valami, amiből következtetni lehet. Aha! Ez a papírrepülő talán elárulja ki is a valódi tettes. Hát tényleg, ez egy levél. Egy név is áll rajta. Kedves Steel tűzoltó parancsnok. Steel tűzoltó parancsnok? Maga volt az? Nem, még mit nem. Norman volt az. Norman Price. Sajnálom, baleset volt. Csak olyan embert kerestem, aki legalább annyira szereti a papírrepülőket, mint én.
Értem. Ne vártana egy-két szót váltani a legénnyel szem? Mondja el neki, mi ilyenkor a helyes viselkedés. Remek ötlet, uram. Ó, szegény Norman. Valószínűleg csak baleset volt. Remélem, a parancsnok nem lesz túl szigorú vele. Te csak ne aggódj emiatt. Steel tűzoltó parancsnok és Norman biztosan jól megértik majd egymást. A papírrepülőkkel kapcsolatos első szabály, hogy gondosan nézd meg, hova dobod. És most ezt a rukfencet figyeld! Klassz! Ezt a manőver támadó orsónak hívják. No hát! Ezt hogy csinálta? Csak húzd hátra a karod! Oda nézz, hogy repül! Bocs, Sam! Nagyon úgy tűnik, hogy nem megy nekem ez a felkelés. Szerencse, hogy ilyen csendes napunk van. Várj, tudom már! Te húzod az egyik oldalról, én meg húzom a másikról. Remek ötlet! Kész vagy? Húzd! Jaj, mi az? Jól vagy? Igen, azt mondtam húzd, nem hogy told. A lábam beszorult. Jaj, ne! Nem fog menni! Meg sem moccan! Segítség! 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 James! Segítség! Segítség! Ó, ne! Te meg mit csinálsz a láda alatt? Kíváncsiak voltunk, mi van benne, és Mandy véletlenül rám tolta. De hiszen tudtad, hogy veszélyes is lehet, apa megmondta! Tudom. Az én hibám. Én tehetek róla. Nos, most már mindegy. Az a legfontosabb, hogy vegyük le a lábáról. Nem megy, meg sem moccan. Hallgassátok csak. Ketyeg. Hívjunk segítséget. Kérlek, ne hagyj itt, Sarah. Te maradj csak itt, majd én hozok segítséget. Egy láda kisodródott a partra, és ketyeg. James Jones pedig alászorult. A partra szem vészhelyzet van, egy ember láda alászorult. Rohalunk, ahogy tudunk. Megkérné Pennyt, hogy addig is tartsa őket szemmel? Természetesen. Eddig tartott a csendes nap. Vannak. Penny, hívja Szemet! Hallak, Penny! Látom őket, Sam! A nagy sziklák lábánál vannak! Kösz, Penny! Úton vagyunk! Sam! Nagyon félek! Semmi baj, James! Mindjárt kiszabadítunk! Sarah, menj vissza az étterembe és vidd magaddal Mandyt is! Sarah! Sajnálom, hogy nem akartam veled játszani! Legközelebb együtt játszunk, ígérem! Norman! Gyertek ki! Vissza kell indulnunk, különben a dagály körbevesz minket! Segítséget kell hívnom! Talán a szikla tetején meglát valaki! Tudtam, hogy nincs is dinoszaurusz! Pedig van! Csak ügyesen tudnak elbújni, ennyi az egész! James! Mi az? Árad a víz! Csapdába estünk! Ne! Igen, néhány órája láttam őket. Szerintem a partra indulhattak. Nos, nem jöttek vissza. És épp most van dagály. Megyek és hívom tűzoltó Szemet! Ó, oh, James, Sarah és Norman eltűntek! A csodába!
James, Sarah és Norman mindhárman eltűntek. Utoljára a parton látták őket. Riassza a hegyi mentőket, uram! Tom keresse őket a levegőből, én és Penny pedig majd keresünk a vízben. Látom Sarát, körülbelül 500 méterre van tőlem az északi öböl sziklái. Kösz, Tom! Mi is látjuk! Semmi baj, Sarah. Foglak. De hol van James és Norman? Bementek a barlangba. Nem tudom, sikerül-e kijönniük onnan. A barlang bejáratát elárasztotta a víz. Segítség! James, nézd! Valami úszik a víz alatt! Ah, ez egy tengeri szörny! De Norman, nem is létezik tengeri... Oh, Penny! Hello, fiúk! Norman, gyere vissza! Csak Penny az! Tudtam. Ne féljetek, most már nem lesz baj. Kiviszlek innen. És velem mi lesz? Mindjárt visszajövök érted. Kapaszkodj belém, James! Ó, hideg a víz! Semmi baj, James. Most már megindult az apály. A víz szintje süllyedni kezd. Oda néz! Azok nem is szirtisasok. Szerintem az összeset elijesztetted mostanra. Ez nem igaz! Tudom, mit csinálok! Ez az a szakasz, ahol az ösvényt lezárták. Gyere, forduljunk meg! Ostobaság, Mandy! Nézd csak meg az utat! Nem látod, hogy járható? Mi a baj a radarnak? Lehet, hogy veszélyt érez. Ne butáskodj már! Ő csak egy kutya. Mentő kutya. Gyerünk, radar! Kapd el! Látod? Szerinte sem szabad átlépnünk a tábla vonalát. A kutyák nem is tudnak olvasni, Mandy. Tudom, mit csinálok. Látni lehet, ha az út már nem biztonságos. Na gyere, Mandy! Errefelé a legkönnyebb sast találni. Távoli helyeken szeretnek fészket rakni. Nézd csak! Norman! Szabad vagy, haver! Ugyan már, hagyd abba a bohóckodást. Repülj vissza a vadonba, ahová tartozol. Siess! Túl jól sikerült a gyógyítás, Tom. Hess! A kenguru ugrálóját már megint? A madár megkedvelt téged, Tom. A hegyi mentés nem csak az emberek kiváltsága. Segítség! Nincs értelme, Mandy. Senki nem hallja meg a kiáltásodat. Talán Charlie. Ő túl messze hajózik. Teljesen kizárt, hogy meghallja. Segítség! Radar? És ki az ott vele? Ó, ne! Sürgősségi szolgálat, melyik osztályt kapcsolja? Tűzoltó szemet kérem! A piros veszélyt jelez. Valami nincs rá. Remélem, Sam érteni fogja. Anya,
nem veszi fel. Jobb lesz, ha felhívom a sürgősségét. Hú, ne! Bromwyn bajba került! Hívom is a hegyi mentőket! Semmi vész, Mike. Vagyis uram, megkeresem őket. Hogy kerültél ide? Chipesz, gyere vissza! Attól tartok, itt nem tudok leszállni. Muszáj felemelkednem! Sam! Úgy éreztem, szükség lehet itt rám. Mi történt? Oh, a lábam! Hívom Helen nővért. Miért nem veszi fel ma senki a telefonját? Ha-ho! Chipesz vezetett ide. Chipesz! Okos kiskutya! Nem lesz semmi baj, de most be kell szállítanunk a kórházba, hogy megröngenezzék a lábam. Tom! Szükségünk lesz egy hordágyra ide len. Már ereztem is, Sam. Sam bácsi, majd vigyázz rá, kicsim. A kórházban találkozunk. Ha! Jó nagy hűhót csaptatok! És még csak el sem tört a lábad. A zúzódás is elég súlyos, James. Sam! Hogyan hálálhatnám meg? És ha Elvis nem énekli ezt a dalt, mi körmöspálcás szikláin ragadtunk volna. Szín, hogyha vész van, hát csak is a piros. Ha bajba jussz, hát tudd meg, a szín a piros. Imádom a rókákat. Hé, róka, el innen! Takarodj! Oh, Charlie! Meg akartam szelídíteni! Tudhattam volna. Te járkálsz a földszinten, Norman? Nem, nem én! Ah! Farkas! Ah! Ah! Anya! Csak semmi pánik, fiam! Felhívom tűzoltószebet! Norman! Add ide a kagylót! Nem tudom, anya! Különben félfal! Oh! Oh! Akkor kapcsold be a tűzriasztót! Bár nincs tűz, vészhelyzet van! Törd be az üveget! Mégis hogyan? Nem tudom! Dobj oda valamit! Ha itt lenne a labdám, oda rúgnám! Akkor vidd! Ott van a pult alatt! Jaj! Hát jó, megpróbálom, de csak egyetlen esélyem van! Ez már megint Dilis élelmiszerboltja. Újabb téves riasztás, ez egész biztos. Norman Price túllő a célon. Anya, Sam nem fog már kijönni. Azt hiszi, megint tévesen riasztunk, és ez a farkas fel fog falni, mint a fiút abban a történetben. Engem is, fiam. Annyira sajnálom, anya. Az egész az én hibám. Én kapcsoltam be a riasztót, hogy visszakapjam a labdámat. Ó, Norman! Ha? Ó, ez Sam lesz! Sam az! Vigyázz, mert leesünk! Norman Price, ami sok, az sok. Mit keresnek ott fenn? Farkas a boltban! Nézze, ott a pult mögött! Egy szóra! Ez most nem vaklárma! Ah.
Ez nem farkas, hanem róka. És látszólag megsérült. Ó, szegényke. Hozd a fogót, Elvis! Jaj, Sam! Úgy megijedtem! Azt hittem, nem is jönnek már ki. Minden egyes vészhívásra kimegyünk, Norman. Még akkor is, ha téves riasztásnak gondoljuk. Ne félj, haver! Nem akarunk bántani. Tudom, tudom, és hozzá is látok most azonnal. Mike! Jaj, ne! Ó, vigyük fel a dombra! Annyira jó móka lesz! Hoztam neked egy kis... Bábú! 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 Hol vagy? Felkészülni? Vigyázz! Rajt! Látjátok? Teljesen biztonságos. Most én jövök. Hisz neki ütközött a falnak, Norman. Csak mert a bábú nem tudja megállítani. Ne haragudj, Trevor. Pedig kiékeltem a kerekeit reggel. Fogalmam sincs, hol eltűnhettek azok a faékek. Felkészülni? Vigyázz! Raj! Norman Price autóversenyző átveszi a vezetést! Norman! Vigyázz a falnál! Norman! Használd a féket! Milyen féket? Összes fűszer táncol vele. Üdv, Kriglinton! Hogy megy ma a vacsora főzés? Remélem nem égett le. Most raktam fel a gulyást a gázra. Egy óra is elkészül. Kiváló! A tűz megelőzésben könnyen megéhezik az ember. A csodába! Steel tűzoltó parancsnok! Norman Price, állj meg, te csirkefogó! Nem is olyan rossz repülő ez. Norman! Sam? Hogy haladsz a papírrepülőiddel? Szörnyen! Egy lélek sincs körmös pálcáson, aki szeretné a papírrepülőket. A rockedről öltök itt! Hol a telefon? A szám! Tűz van! A tűzoltósághoz! Tűz a tűzoltóság konyhájában! Sam! Sam! Tűz ütött ki a konyhában!
tűz a tűzoltóság konyhájában. Ó, a csodába! Zárd el a gázvezetéket, Elvis! Gázvezeték elzárva! Elvis Kriglinton, mindig tartunk egy poroltót közvetlenül a vészkijárat mellett. Elnézést, uram, teljesen berezeltem. Mi lett a gulyásomból? Ó, oh. Kissé túlfőzted a vacsorát, Elvis, de rá se ráncs. A tűzoltók általában eloltják a tüzet, Kriglinton, és nem szítják, főleg nem a tűzmegelőzés napján. Fogalmam sincs, hogy mi történt. Van itt valami, amiből következtetni lehet. Aha! Ez a papírrepülő talán elárulja, ki is a valódi tettes. Á, tényleg. Ez egy levél. Egy név is áll rajta. Kedves Steel tűzoltó parancsnok. Steel tűzoltó parancsnok? Maga volt az? Nem, még mit nem. Norman volt az. Norman Price. Sajnálom. Baleset volt. Ennek isteni az illata. Ma nem én vagyok a szakács Helen. Fel is teszem a lábamat. Muszáj beérned az én főztömmel és a két ügyes kis kuktámnak a segítségével. Szia, Dillis! Hol van Norman? Nos, inkább gördeszkázni ment. De nézd, mit készített nekem anyák napjára. Az meg mi? Szerintem ez egyszerűen csak egy fadarabba kalapált műanyag kupa. James, ne szemtelenkedj! Ez egy gyertyatartó. Remélem nem baj, ha használatba is veszem. Nem, Dillis, persze, hogy nem, egyáltalán nem. Az anyák napja ostobaság. Az összes barátom az anyukájával tölti az egész napot, a gördeszkázás pedig dögunalmas egyedül. Köszönöm, hogy meghívott, Trevor. Nagyon kedves öntől. Gyertyafényes vacsora. Hoppa! Bocsi! Dillis, vigyázzon! Csak semmi pánik, nyugalom. Szépen vonuljunk ki mind az étteremből. A csupa hal kávézóban. Tűz a csupa hal kávézóban, szaporán fiú! Ezúttal nem téves riasztásról van szó, szem maga a Charlie telefonál be! Vajon hol ütött ki tűz? Penny, Elvis, hozzátok a tömlőket! Én addig leellenőrzöm, nem maradt-e bent valaki. Rendben, Sam! Anya! Anya! Norman, maradj itt! De anya ott van bent, látja? Anyukád már rég ott van, Norman. Norman! Jaj, anya! Annyira megijedtem. Azt hittem veszélyben vagy. Ó, Norman! Akkor te mégis törődsz velem. Persze, hogy törődök. Te vagy az anyukám. Ne haragudj a gyertyatartó miatt. Ó! Charlie bajba került a hajón? Vízimentésre van szükség. Hajó veszélyben az öbölben. A kapitány feltételezhetően Charlie halász. A fedélzeten gyerekek is lehetnek. Jó! Süllyedünk! Süllyedünk! Segítség! Segítség! Meneküljünk! Nyugodj le szépen, Norman! A tengeren az első szabály, hogy ne pánikolj! Védj mély lélegzetet! Nézzétek! Ott jön Sam és Penny!
kezem! Benny! Norman, mély levegő! Bocsi! Bocsánat! Megsérült valaki? Nem, csak a hajó. De vele sem lesz baj, ha folytatom a víz kiszivattyúzását. Rendben. Először jöjjenek a gyerekek, Sarah. James. Te maradj itt és segíts Charlie-nak, Norman. Tessék! De én... Rendben. Maradok. Kösz, Norman. Ügyes vagy. Kivontatunk innen, Charlie. Együtt kell visszaterelnünk a bálnaborjút a nyíltengerre. Mehet? Igen. Szerintem Normannel együtt sikerülni fog. Sosem volt még ilyen boldog. Szerinted így köszöni meg? Viszlát, kis bálna! A horgászásból jó kis kaland lett végül. És tulajdonképpen ki nyerte meg a versenyt? Szerintem mindannyian nyertünk. A hal ekkora volt. Nem is, inkább ekkora. De szerencsére... Elúszott! Szerencsére? Hogy érted azt, hogy szerencsére? Mi olyan vicces? Nem értem, Norman. Hogy? Téves riasztás? Megállni, fiúk és nők! Téves riasztás, nincs tűz! Ismétlen, megállni, fiúk! Téves riasztás volt, Elvis. Visszafordulhatunk. Ott a tűz. Hívom is Szemet, és szólok neki. Halló? Halló, Sam! Megtaláltam a tűzfészkét. Siessetek! Már is indulunk. Tájékoztasd a tűzoltó parancsnokot. Jaj, ne! Anya! Trevor! Tűz van! Hívjátok vissza tűzoltó Szemet azonnal! Norman Price, mit mondtam az előbb az ijesztő történetek kitalálásáról? Nem, ezt most nem találom ki, mert igaz. Nézzétek csak meg! Ó, Istenem, jaj nekem! Nem lett volna szabad őrizetlenül hagyni a tábor tüzet. Tom Thomas hívja Szemet! Úton vagyok, ti hol jártok? Most érkezünk, Tom! Penny, Elvis, hozzátok a tömlőket! A tűz túl messze van az úttól. A tömlők nem érnek el idáig. Ne aggódj, Sam! Teletöltöttem a víztartályokat. Segítek innen fentről! Tetszik ez a lemezlapát? Sajnálom, Sam. Tudnom kellett volna, hogy a tábortüzet nem hagyjuk őrizetlenül, hisz kis cserkész voltam. Tudom, Trevor, de néha a cserkészekkel is történnek balesetek. Istenkém, biztos, hogy nem esik baja, ha egyedül sátorozik a szabad ég alatt? Biztos, Dilis. Nem lesz baja. Kér egy kis jeges teját. Ez jó lesne. Milyen jó ötlet? Valójában Sam ötlete volt. Ő az agy, én csak a kivitelező. Frissítő zuhany, Elvis? Engem meglehetősen meglep, hogy nem hívták a tűzoltóságot még olyan sokszor ebben a rekkenő hőségben, Sam. A nap borzasztó erősen süt. Ebben egyetértek. Így jó lesz. Már majdnem kész, és még csak nem is lett ragasztós a kezem.
Jól! Ne! Anya! 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 Mi hülye ragasztó! Anya! Ez az! Ó, ez meg honnan esett ide? Az Norman szobája. Jobb, ha hívok segítséget. Tűz Guinness-boltja fölött. Tűz ütött ki Guinness élelmiszerboltja fölött. Mindenki álljon készenlétben. Megint segíteni egy kicsit? Érdekes szirénázó hang jön ki most ebből az izéből. Ne haragudjon, Dilis! De el kell hagynia az épületet arra az esetre, ha a tűz terjedni kezdene. Tűz? Milyen tűz? Norman, hagyd el a szobádat, de azonnal! Képtelen vagyok, Sam! Hozzáragadtam az ajtóhoz! Vagy úgy? Értem. Segítünk! Penny, hozz egy csavarhúzót! Le kell szerelnünk a kilincset! Már is hozom! A csavar tiszta rózsda, Sam! Meg sem mozdul! Akkor vedd le az egész ajtót! Nem jó irányba megyünk! Ez a hely egyáltalán nem ismerős! Nézd csak rám! Sokkal jobb a tájékozódó képességem, mint a tiéd! Most teljesen mindegy, miben melyikünk a jobb vagy a legjobb! Eltévedtünk! Igen, igazad van. De hogy találhatnánk vissza az útra? Nos... keresünk olyan dolgokat, amiket idefele láttunk, és kövessük azokat. Például azt a nagy követ kezdésnek. Bronwyn, az ikreknek maradt nálad bármi holmia, hogy radar szagmintát vehessen? Csak az esőkabátjuk. Tessék, radar, szagol, csak szagol. Gyerünk, radar! Muszáj! Meg kell találnunk James-t és Sarah-t. Jó kutya! Itt is a helikopter! Tom! Ez az a kő, amit idefelé találtál. És ott van a kút! Megtaláltuk az utat! Kutyaugatást hallok! Sam! Annyira aggódtam, hogy belétek csapott a villám. Ne haragudj, hogy így lemaradtunk, anya. Nem láttuk, merre mentél. Mert annyira el voltatok foglalva a versengéssel. Ez az oka. De összedolgoztunk, hogy megtaláljuk az erdőből kivezető utat. Sam pedig segített. Ahogy radar is, ezt ne feledd. Na, mit szóltok? Nem is ugrált. Meggyógyult. Tudtam, hogy elég bátor ahhoz, hogy tűzoltó kutya legyen. Hoztam neked egy szuvenírt, Sam. Pontosabban ketten hoztuk. Ezt már szeretem hallani. Nincs több versengés. Fogadok. Én jobban kibírom, hogy ne versengjek veled mindig. Nem. Én bírom jobban. Csak vicceltünk. Lány!
Látjátok? Teljesen biztonságos. Most én jövök. Hisz neki ütközött a falnak, Norman. Csak mert a bábú nem tudja megállítani. Ne haragudj, Trevor! Pedig kiékeltem a kerekeit reggel. Fogalmam sincs, hol tűnhettek azok a faékek. Felkészülni? Vigyázz! Raj! Norman Price autóversenyző átveszi a vezetést! Norman! Vigyázz a falnál! Norman! Használd a féket! Milyen féket? Segítség! Segítség! Megyek és hívom tűzoltó szemet! A csutába! Ajajaj! A héten ez már a harmadik alkalom, és még csak szerda van! Nincs vesztegetni való idő! Segítünk! Nyugodj meg, Norman! Segítünk! Próbálj meg belekapaszkodni a kötélbe! Tudod, Norman, ezúttal még saját magadon is túltettél. Miután autóbalesetet okoztál, saját magad is veszélybe sodortad. És mindez valószínűleg nem történik meg, ha megvártad volna, míg Mike visszaér, hogy segítse megépíteni azt a gokártot. Sajnálom, Sam. Sajnálom mindenki. Ígérem, nem... Jaj! Hé, gyapjas! Állj meg! Ez a rossz kapu az autósokra és az állatokra nézve is veszélyes lehet. Állj meg, gyapjas! Gyapjast visszavisszük Price-ékhoz. Megkérjük, hogy vigyázzanak rá, addig pedig felhívom Mike Floodot, hogy javítsa meg a kaput. Jó kislány, gyapjas. Ezt meg hogy csináltad? Aha, régi juhásztrükk. Jó reggelt, Mike, Sam vagyok. Sürgős munka miatt hívom. A hegyi mezőn elromlott egy kapu. Igen, Mike, pontosan, eltört. Anya! Még meddig? Tudom, hogy a barátaiddal szeretné játszani, Norman, de csúnyán megfáztál, előbb meg kell gyógyulnod. Remek, és most mit szólnál egy bögre langyos tejhez? Jöhet, anya! Jó napot! Ha-ho, tűzoltó szebaz! Gyapjast is magával hozta! Menj be szépen, gyapjas! Ne aggódjon, Sam, vigyázunk gyapjasra! Norman örülni fog, hogy nem kell egyedül maradnia. Tudja, amint Mike Flood megjavítja a kaput, gyapjas is visszamehet a farmra. Köszönöm! Ó! Itt nincs legelészés! Jó reggel, gyerekek! A hintó előállt! Jó reggel, Trevor bácsi! Én hátra ülök! A következő megálló Norman Price otthona. Nem fog sokáig tartani, csak egy kis javítás. Á, ezekkel könnyen kipofozom. Köszönöm a csodálatos közönségnek! Hoppá. Helen, drágám, lehet, hogy nem érek haza ebédre. Jó reggel, Dilis. Norman nem jön? Nem, kicsit betegeskedik Trevor. Jaj, szegény. Jobbulást kívánok.
Szerencsés fiú vagy, Norman! Szerencsés? Bárcsak kibehetnék a helyet, hogy itt kuksolok a szobában. Bocs, gyapjas. Agya nem enged ki a lakásból. Néhány perc még nem a világ vége. Sőt, a friss levegő jót fog tenni nekünk. Ó, igen. Ó, azt hittem, hogy a hínát tekercselés az valamilyen szendvics. Jaj, nem, Norman nincs jól, fent van az emeleten. Na szóval jól figyeljenek, fiúk. És hölgyek, képzeljék el, hogy ez egy füstölgő biztosítékszekrény. Sam, kölcsön kérhetném a... Ne most, Norman, épp oktatáson veszünk részt. Kihívják magukat a katasztrófa helyszínére. Mit tennének? Én tudom. Kinyitnám a dobozt és eloltanám a tüzet, uram. Rendben, nézzük meg, mi történne. Nagyobb baj lett belőle. Igen, Normannek igaza van. A levegő csak tovább szítja a tüzet, mikor kinyitjuk a szekrényt, levegő áramlik be. Érti, Elvis? Soha többé. Sam, kölcsön kérhetném a távcsövét? Az enyémet elvesztettem, és ma délután Trevor elvisz minket a hegyekbe vándorsólymot keresni. Rendben, Norman, de csak ha nagyon vigyázol rá. Tudtátok, hogy a vándorsólyom több mint 360 km/órás sebességgel is tud repülni? Nem! Na hát! Tényleg? Ez így nem teljesen igaz. A legnagyobb mért sebesség pontosan csak 292 km/óra volt. És hogy néz ki egy vándorsólyom? Nos, a felső tollai sötét szürke színűek és... Egy vándorsólyom! Bocsi, téves riasztás. Norman! Na most meg elakadtunk. Beragadtunk a sárba! Ne pörgesse a motor! Egyszer apa is ugyanezt csinálta, de tovább süppettünk, végül haza kellett húzni a kocsit. Kösz, Mandy, de tudom, hogy kell vezetni. Elakadtunk. Az egész a te hibád, Norman. Ez nem igaz! A motor túráztatása miatt történt. Nézzétek, ott jön Tom! Tom! Segíthetek? Nem fontos, majd megoldom. Tom, segítsen kérem, különben soha nem fogunk látni vándorsólymot. Néhány percnél nem tart tovább. Indulhat a munka? És helyzet a kiképző toronyban. A tűz miatt valaki fentrekedt az emeleten. Jupiterre és Vénuszra is szükség lesz ezúttal. Kéz és lábtörés! Ne aggódj, baba! Egy-kettőre kiszabadítunk onnan! Vésüljük át a partot is! Várjon csak! Jaj, ne! Nézze a kiképző tornyot! Norman az! Segítség! Tom Thomas hívja Jupitert! Nézd fel a torony tetejére, Sam! Norman Price az! Mi az ördögöt csinál ott fenn? Elvis! Tartsd féken a tüzet! Penny, támaszd ki Jupitert és emeld fel a létrát! Semmi pánik, Norman! Sam már is a megmentésedre siet! Na mit mondtam? Éreztem, hogy Norman veszélyben van! Gyorsan, Sam! Szabadítson ki innen!
Ó, leesett a kekszem! Juhú! Egy bújócska verseny megnyerése szerinted fontosabb a saját biztonságodnál, Norman Price? Nem, Steel tűzoltó parancsnok. Gondolkodnunk kellett volna, mielőtt elbújunk. Hú, ha, de most már hivatalosan is én vagyok a legjobb a bújócskában. Én azt javaslom, otthon bújócskázz egy darabig, rendben? Így van, meg is ünnepelheted a hidegrántott halfilével, amit 2 órája kellett volna megenned. Rendben, anya. Mi a baj, Elvis? Igen, remek munkát végeztünk. Szegény baba, nem élte túl. Valójában nem Norman volt az egyetlen, akit kiszabadítottam a torony magas pokolból. Fordulj csak meg! Baba! Te élsz! Oh-ho! Te tényleg egy hétköznapi hős vagy, Sam! Hisz erre képeztek ki, Elvis? Erre képeztek ki? Egy kőomlás alá szorult James Jones aparton. Steel tűzoltóparancsnok már a helyszínen van. James Jones leomlott kövek közé szorult a parton. Radart is vigyük magunkkal, Penny. Bromit is felhívott. Ez jó helynek tűnik, hogy elássam az érméket. Steel tűzoltó parancsnok itt biztos könnyen rátalál majd. Na csak, ez Jupiter hangja. Megnézem, mi a helyzet. Itt vagyok, Sam. James, itt van valahol. Gyerünk, radar, keresd meg James-t. Érzékeny orrával radar pontosan meg tudja mutatni, hol van James. Így anélkül tudjuk kiszedni onnan, hogy felbolygatnánk a köveket körülötte. Jó kutya. Jól vagy, James? Igen, jól. Egy karcolás sem ért, egy kül sem ütött meg. Csak beszorultam alájuk. Penny! Hozd ki a nagyponyvát a tűzoltó autóból. Fel kell állítanunk egy óriás védőhálót további kőomlás esetére. Hozom, Sam! Örülök, hogy ideért, Elvis. Köszönöm, uram! Szia, Sam! Kint is vagy. Csak lassan, James, hadd nézzelek meg. Köszönöm, Sam! Kösz mindenkinek! Nem kellett volna a sziklák közelébe mennem, ahogy Steel tűzoltó parancsnok is mondta. Ezúttal szerencséd volt, James. De mit csináltál itt egyébként? Azt hittem, találtam valamit anya születésnapjára, de csak egy üres üdítődoboz volt. Annyira szerettem volna valami különlegeset találni. James Jones! Nem vágyom másra, csak hogy egészséges legyél. Steel tűzoltó parancsnok, mit szólna, ha még egyszer megpróbálnánk megtalálni azokat a híres érméket? Úgy vélem, elég volt már a fémkeresésből. Ne, menjen nyugodtan! Egy próbát megér. Ám legyen, jöjjön Kriglington! Éles hang szól, baj van ám. Tűzoltó szem készen áll. Hogyha gond van, ott terem, len a mélyben vagy hegyen, adj helyet, itt jön szem, a tűzoltó.